It's all about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave. But we sit at home, all alone. Hoping one day our names will be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. Sziasztok! Éppen nagy készülődések közepette vagyok, mert sietek a suliba. És azért keltem ennyire későn egyébként, mert tegnap bulizni voltunk a többiekkel. És igen, hát minden nap kínálnak ilyen tök jó erasmusos buli lehetőségeket, de a szerda vált be nekünk a legjobban, szóval minden héten szerdán szoktunk elmenni, és nem pedig hétvégén. Úgyhogy ez egy új szokás, és tegnap is bulizni voltunk, ezért aludtam kb. 9-ig, most 10.30-tól lesz órám, szóval éppen arra sietek be, és egyébként ez egy iszonyú hosszú nap lesz, ezért is döntöttem úgy, hogy vlogolok nektek, hogy miket csinálok ma, meg hogy milyen is most jelenleg az életem, vagy így egy napi rutinom. Na, elkészültem, szóval gyorsan még elmondom, mit szerettem volna. Reggelinek most egy zöldelmát fogok egyébként elvinni, mert az van itthon, és annyira nem vagyok ilyen reggelis ember, szóval nagyon ritkán szoktam úgy igazán jól reggelizni, inkább csak egy gyümölcs szokott lenni, és vagy pedig zapkását készítek el előre, és akkor azt csak hidegen kiveszem a hűtőből, és elrakom egy befűtés üvegbe előző este, de az most nincsen. Szóval mindegy, lesz egy almánk, illetve tegnap főztem, szóval fogok magammal vinni kaját. Mindig előre viszek magammal kaját, szóval nagyon lecsökkent az ilyen eating out-oknak a száma, úgyhogy tök jó, mert nagyon szoktam kaját így nap közepén venni magamnak. És akkor az órarendemet azt megmutatom nektek, hogy átlássátok, hogy hogyan is telnek a napjaim, mert mindegyik iszonyú különböző egyébként. Mert például hétfőnként nincsen órám egyáltalán. Kedden van 2, és akkor 8.30-kor, hát 8.30 helyett 9, azt mondta talán, hogy inkább menjünk 9-re, és akkor kitartja a szünetig, szóval ezen a két napon igazából 9-re kell menni. És ma van ugye csütörtök. Ma megyek 10.30-ra marketingre, aztán utána van egy hosszabb szünetem, és aztán jön a szociológia. És ez így tart ugye majd kb. Hát 17.30-ig, igen. És a péntekem pedig az a leghosszabb lett, ugyanis akkor 10.30-ra megyek, és igazából ott vagyok egészen 19.30-ig, szóval itt a hét elején ilyen kis kellemes, és aztán pedig beindul. És egyébként olyan tantárgyakat vettem fel direkt, amíg a BGM még nincsenek meg, ugye én a gazdasági egyetemre járok otthon, és sőt, nem csak olyanokat vettem fel, amiket otthon még nem csináltam, hanem olyanokat, például a szociológia is olyan, meg a termékmarketing, vagy nem tudom mi a magyar neve, de a marketing is, hogy otthon el tudom majd őket fogadtatni a fél év végén. Szóval ez is szempont volt, hogy otthon is kapjak érte kreditet. De összesen így tehát 4 tantárgyam van, és mind a 4-ből van előadás és gyakorlat. Egyébként mindenképp tervezek majd egy ilyen tanulós vlogot. Azt lehet, hogy Pannival együtt, hogy nagyon annyira unsi, ilyen 2-1-ben stílusban. Mert ugye én spanyolul tanulom a tárgyaimat, hogyha ez eddig esetleg nem volt világos, vagy nem mondtam volna. Ami iszonyú nagy kihívás igazából, szóval minden tanórán nagyon le tud fáradni az agyam, mert ugye nincs ilyen szelektív hallásom most, szóval igazából, nem tudom, hogy akkor még leszem a tárgyam. Igen, szóval ugye spanyolok a tárgyaim, és ezért minden órán az van, hogy nagyon-nagyon kell koncentrálnom, egyébként mindent megértek, szóval ennek örülök. Csak nagyon kell tényleg koncentrálnom arra, hogy így másfél órán keresztül a fejemben fordítsam a dolgokat. És hogyha egy kicsit is elkalandozik a figyelmem, akkor nem hallom ugye ki, tehát akkor kb. Süket vagyok, akkor nem hallok semmit, meg nem értek semmit. De ez ugye a harmadik hét a suliban, és mondhatni, belejöttem egyébként, szóval tökre örülök, mert nagyon azt érzem, hogy sokkal több mindent értek meg, mint amennyit az elején értettem. És hát majd látni fogjátok, majd megmutatom, hogy miket tanulok a nap folyamán. Ja, ez egy hosszú nap lesz. Végre az óránknak is Lizával vagyok itt, aki szintén a BG-ről ismerek, szóval a BG-ről ketten jöttünk ide Granadába. És az alatt nem ismertük egymást, de most nagy barátnők leszünk, mert van. Ja, csak egy közös óránk van, csak a marketingja.
Igen. Nem merek hangosan beszélni, szóval a lényeg az, hogy mostanában azt szoktuk így az óráink után Lizával, hogy legalábbis a marketing, ami közös, és van hozzá egy könyvünk is, hogy amiket veszünk anyag, azt kiszótározzuk, szóval még nagyon tanulni, úgy nem álltunk neki így az évelején, viszont ugye egy nagyon sok olyan kifejezés van, amit nem ismerünk, mint mondjuk erőforrások, vagy nem tudom mi az, amit nem ismertünk. Csomó van. Nem tudom nekem ilyen erőfeszítés, szövetség, jövedelmezőség. Szóval egy csomó ilyen szó. És hát igazából kb. Duplán kell így tanulnunk, mert ugye először kiszótározzuk a szavakat, azokat meg kell tanulni, meg a kifejezéseket, és aztán majd a tananyagot később a vizsgákra fogjuk megtanulni. Szóval negyed óránk van a következő óránkig, ami külön lesz, viszont így legalább egyszerre végzünk, szóval együtt fogunk tudni majd hazasétálni. Mert egyébként minden nap haza szoktunk sétálni a suliból, vagy külön-külön, vagy ugye, hogyha együtt végzünk, akkor együtt, ami kb. 3 km hazáig, szóval tök jó egy ilyen naplevezető séta mindig. Igazából onnan jött, hogy nagyon drága volt a busz ugye az elején, és most már van diákunk a buszhoz, de megmaradt, hogy így sétálgatunk, és plusz amúgy gyorsan még ebédelek, és aztán jön a kövi. Szóval végeztünk a mai oktatással 5:30, vagy már 5:45. Ja, nagyon sokáig tartott, úgyhogy hivatalba el kell mennünk, mivel 3 hónapnál tovább maradunk ugye az országban, ezért most, hogy megkaptuk az ilyen felvételi lapunkat a napokban, a sulitól, hogy hivatalosan is oda járunk, ezért ezzel a dokumentummal el kell mennünk, meg személyvel, meg mindennel, és akkor újabb dokumentumokat kell kitölteni, hogy itt maradhassunk, szóval ez kicsit bonyolultabb folyamat, de most ezt el fogjuk intézni. És egyébként, mint látjátok, azt tudom az otthoniaktól, hogy ilyenkor már full sötét van Budapesten, és hogy milyen hideg van, itt pedig, hát kb. Nem tudom, én rólam folyik a víz, 32 fok van, és itt kb. Ilyen 8:30 körül megy le a nap, szóval kicsit más, mint otthon. Jövünk ide előbb. Ja, igen. Na, ez csak egy ilyen tipikus izé, hogy így 2-kor bezártak. Szóval semmit kb. Nem lehet elintézni így suli után. Na mindegy, akkor menjünk odébb. Na, én sikeresen hazaértem. Szóval most van, 7 óra lesz 10 perc múlva, és 2 dolog van még egyébként mára. Az egyik az, hogy most el fogok menni majd futni, de szerintem csak 8-kor, mert ugye mondtam, hogy 5:30-kor sötétedik, szóval általában 8-kor szoktam elmenni egy ilyen jó fél órás futásra, meg itthon szoktam edzeni, szóval igazából még egy kis mozgás lesz ma, csak először még ledőlök, meg szerintem még eszem valamit, mert nagyon éhes vagyok. És utána pedig mozizni megyünk a többiekkel, ugyanis a többiek alatt a lakótársaimat értem, ugyanis mindig velük szoktunk menni programozni, bulizni, együtt szoktunk amúgy vacsizni is itthon, hogyha egyszerre főzünk, vagy ilyesmi, szóval nagyon sok mindent együtt szoktunk csinálni, ilyen kis család lettünk igazából, nagyon cukik. Én spanyolul kommunikálok most már velük, kb. 2 hete, szóval tök jó, mert a nyelvet is egyre jobban tanulom ezáltal, és nagyon cukik, mert mindig kisegítenek, meg türelmesek velem, meg ilyenek, szóval tök jó az egész. A moziban pedig az It 2-t fogjuk megnézni, mert otthon már lemaradtunk róla mindannyian, mert pont amikor az kijött a moziban, akkor már itt voltunk, és sajnálom nem találtuk eredeti nyelven, mert nem a spanyol miatt, hanem én otthon is eredeti nyelven szeretem nézni a filmeket, de mindegy, úgyhogy most pihenek, sportolok, mozi. Ja, és még egy dolog, na, mivel úgyis nálam szeptember 26 van, és mikor a videót nézitek már el, már múlik a szeptember, a kis táblázatomat gondoltam, most még értékeljük ki együtt, úgyhogy nem tudjátok, hogy miről van szó, ez az időbeosztási táblázatom, és ide felkattintva meg tudjátok nézni azt a videót, amiben megmutattam, hogy mi ennek a lényege.
Futni azt majdnem minden második napon szoktam. Pár, amikor így kimaradt, ja, itt mentünk Marbellára meg Gibraltárba, ugye olyankor egy nap elment az utazással, szóval akkor nagyon nem haladtam semmi dolgommal. És aztán spanyolozás, az úgy viszonylag megyeget igazából, azt úgy szoktam tanulni, azért az órákra ennél kicsit többet. Az olvasás az, amivel nagyon-nagyon nem haladtam. Kb. Nem tudom, ilyen 30. oldalnál tartok a könyvbe egy hónap alatt, szóval azzal kellett volna még többet. A víz az meg, hát nem tudom, az a én 2 litert nagyon-nagyon nehezen iszom meg, mert mindig elfelejtek inni, de igyekszem. Gyümölcsöt viszont nagyon sűrűn ettem, és a vitaminokat is. És az alkohol pedig amúgy tök jó, itt az elején kicsit így beindultak a bulik, aztán utána megint volt egy ilyen kis 6 napos detox. Tegnap ugye bulisztunk, szóval megint ittunk, és itt ma nem iszunk, szóval tök jó. A snackelésből is amúgy tök jó, itt 3 nap nem tudom mi volt velem, de amúgy azóta tartom, hogy nem eszem semmilyen nasit. Eating out pedig csak egyszer voltunk innen egyik este, akkor is nagyon nem ízlett, amit ettem, szóval nagyon nem szoktunk eljárkálni, amin majd azért változtatni akarok, mert érdekelnek az itteni helyek, meg a gasztronómia, de jó a pénzköltés szempontjából, hogy spórolok. És a pozitív gondolkodás pedig tök jó. Itt volt pár, 1-2 nap, amikor annyira fáradt voltam, hogy nem volt kedvem semmihez, de amúgy tök pozitív vagyok majdnem minden nap. YouTube-ban pedig itt kiment egy videó tőle, amit azt jeleztem, aztán itt felvettem, meg megvágtam egyet. Ma is ugye piros lesz, mert ma vlogolok. Szóval, ja, itt, hát így néz ki. Most már minden, ami még ma történik, lehet, hogy ez már nagyon hosszú videó lesz, de inkább felveszem, mert hogy semmi érdekes nem volt ma. Lehet, hogy a környezetváltozás miatt izgalmasabbnak tűnik ez a mai vlog, de konkrétan felkeltem, elmentem a suliba és hazaértem, és ennyi történt. Szóval gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy egyébként pihenésként, szintén spanyolozok egyébként pihenésként, ugyanis a Cable Girls nézem, ami egy spanyol sorozat, és spanyolul nézem, most már spanyol felirattal, úgyhogy tök jó. És amúgy csináltam magamnak, vagy felvágtam pár répát, és ezt fogom menni humusszal, meg ilyen puffasztott rizssel, ez ilyen ultimate nasi, mármint, hogy ez olyan nasi, amit például a táblázatban nem írok be nasiként, mert full egészséges, és csak egy kiegészítés ebéd és vacsora között. És ezután egyébként Majrával, aki a másik lakótársam, vele fogok elmenni futni, illetve a parkba edzeni, szóval ott szoktunk így lefeküdni a fűre, és akkor ilyen hasizmozás, meg mindenfélét csinálni, és már tegnap előtt is ezt együtt csináltuk, úgyhogy tök jó, mert most már lett egy sportoló, vagy egy ilyen edzőstársam is. He visto morir a las personas que amaba. No pienso. Unas murieron rápido con una bala de. Na hát másnap van, és tegnap, amikor hazaérkeztünk, akkor még elkezdtünk a többiekkel beszélni a hajnali egykor a lakótársaimmal, mert mindenkinek volt valami izgi sztoria. Szóval végül most fejezném be a videót. Egyébként nem meg tudom most mutatni, hogy egy ilyen erről özvegről beszéltem, hogy ebben van a mai reggelim, és akkor ezt itt eszegettem, amíg készülöttem. De most lassan indulok, ugyanis ma is 10:30-tól vagyok suliban, viszont ma este 7:30-ig. Szóval ma egy kicsit extrémebb nap lesz suli szempontjából. Egyébként a film pedig nagyon-nagyon tetszett, nem volt olyan nagyon ijesztő, meg ezt mondták is nekem, kb. 3 olyan alkalom volt, amikor így felugrottam, hogy Jézusom. Főleg azt tetszett benne, hogy nagyon sok részt bevágtak az első részből, és így az is, aki ugye hát kb. 2 éve jött ki az első rész, és azóta nyilván én nem néztem meg például újra, szóval alig emlékeztem már a dolgokra, viszont így tök jól visszajöttek az emlékek, és így minden egy kerek egész volt, szóval nagyon tetszett a film tegnap. És azt hiszem, hogy ennyi is lenne ez a 24 óra velem. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, és hogy sikerült átadni, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam a Granadában, nagyon-nagyon sok az üzeneteitek mindig, hogy érdeklődtök felőlem, de tényleg velem minden szuper jó. Úgyhogy ha van bármilyen külön videó kérésetek, akkor írjátok meg a kommentben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!